Középpont. A lényegre térünk, mert van véleményünk. Törvényi úton tiltaná a brazil frissen nemrég megválasztott brazil elnök az LMBTQ propagandát az általános iskolákban. Ugye ez egy olyan közigazgatási döntés, amiben az Oktatásügyi Minisztériummal karöltve hoznak olyan intézkedéseket, amik alapján az is kiderül, hogy ezekben az állami általános iskolákban ezek a fajta megmozdulások, amik mögött a homoszexualitás, a másságnak a propagandája zajlik, valamilyen szinten intézményesített formában eddig jelen volt. Brazíliáról azért annyit lehet tudni, hogy az ez irányú lobby, az kétségtelen, hogy erős, hisz elég magas számban jelennek meg ilyen jellegű rendezvényen résztvevők, szimpatizálók. Az, hogy az új elnök ezt evel szimpátiát ér el, vagy nem, az nyilván egy másik kérdés, hisz a mainstream médiában várhatólag már most komoly támadások érik őt. Az, hogy egyébként közigazgatási rendszerben ez milyen eredményeket fog tudni hozni, milyen hatékonysággal tudja ez végrehajtani, abban azt gondolom, hogy legtisztább, hogyha egy olyan szakértőt szólítunk meg, aki egyrészt a térségnek és a kultúrának egy nagy ismerője, másrészt pedig a témában is úgy gondolom, hogy van álláspont. Hogy a dr. Rákóczi István egyetemi tanárral beszélgetek. Üdvözlöm István itt a Hit Rádióban. Üdvözlöm én is és a hallgatókat. Hogy látja ön ezt a brazil helyzetet? Ugye ez egy azért tényleg egy olyan intézkedés, ami általában nem hagy, hogyha kicsit stílusos legyek, hidegen senkit. Érdekes a megközelítés, az enyém mindig ugye a történészi, legalábbis kronológiai szempontból. És arra szeretnék kitérni, hogy mikortól zajlik ez a fajta pengeváltás Bolsonaro, illetve a lobby között. Nos, a dolog valamikor 2004-ben kezdődött, tehát nem egy friss keletű ellentétről van szó. Ekkor 2004-ben egy kísérleti programot vezettek be, amely hát egy olyan gay kitnek nevezett csomagot tartalmazott, amilyen brosúrák, információs videók próbálták ugye a homoszexualitás elleni gyűlölet keltést, úgymond az iskolások körében kiírtani, vagy ilyen értelemben semlegesíteni, hogy úgy mondja. A dolognak persze van mindig politikai vetülete is, hiszen akkor került újra elő ez a felvetés, amikor kihívója ellen, Haddad ellen, a Partido Trabalhista-nak a képviselője ellen szállt ringbe Bolsonaro, és ő maga is elővette ezt a bizonyos csomagot, amiről aztán politikai ellenfelei azt állították, hogy hát ez egy francia szexológus könyve, tréfás formában mutatja be, felvilágosító jelleggel a nemiséget, aztán azt állították, hogy hát nem is általános iskolában, hanem középiskolások számára készült. Aztán végezetül pedig az, hogy hát ez nem a homofóbia ellenes propaganda volna, hanem a másság elfogadására alapuló felvilágosítás. Tehát itt ment a ködösítés viszonylag sokáig, de tény az, hogy 2011-ben létezett egy olyan iskolai füzetcsomag, aminek az volt a célja, hogy ahogy ezt az LMBT aktivisták állítják, hogy csupán ajánlásokat fogalmazzon meg, és hát ezt 2011-ben végül is a konzervatív politikusok megakadályozták ennek a térnyerését. Tehát gyakorlatilag egy többször felmelegített vitáról van szó, és ennek a célja, mint több más területen is, szélső jobboldalinak, homofóbnak, türelmetlennek démonizálni tulajdonképpen a brazil elnököt. Ami még talán érdekes lehet, az, hogy Londrina városában egy olyan oktatási törvénycsomagot fogadott el a városi tanfelügyelet, amely tiltani kívánja a gender ideológiát az általános iskolákban, a 6 és 14 éves közötti korosztályban.
Ezt megtámadta az LMBT lobby, és vitte a legfőbb bíróság elé, hogy ez mennyiben alkotmányos, alkotmányellenes, ilyen ügyekben is ugye a brazil legfőbb bíróság az, amelyik véleményt alkot, és hogy nem a legliberálisabb és legbarátibb bíróhoz sikerült sorsolni ezt az ügyet, úgyhogy ebben a környezetben volt ez hír, amiről most beszélgetünk, hogy felkérte oktatási miniszterét, hogy Bolsonaro, hogy pörgesse föl az ezzel kapcsolatos rendelkezésnek a megalkotását. Az, amikor ön azt mondja nekem, hogy 2004-re nyúlott vissza gyakorlatilag ennek a sztoria, az azért azt is feltételezteti velem azt, hogy gyakorlatilag ezek a fajta szemléletformáló, hát inkább azt lehet mondani, ahogy ön is fogalmazott talán, hogy a türelemre, a toleranciára szoktató, szemléletformáló megmozdulásoknak, ezek szerint már 2004 előttre is van már valamilyen fajta hatása. Tehát létezett olyan irányítás, kormányzás, közigazgatás, ami viszont ennek az ellentétjét erősítette. Tökéletesen igaza van, és hogyha megengedi, én ezt alátámasztanám egy-két adattal. Éppen előttem van, megnéztem, hogy a nagy büszkeség felvonulásoknak a szervező szerint, illetve a rendőrség szerint hány résztvevője volt az utóbbi években. 1997-től tartanak ilyen felvonulásokat alapvetően São Paulo-ban, és ezen azt látjuk, hogy ez a szám is meg szokott jelenni, egy 3 milliós szám. A 2019-es felvonulással kapcsolatban. Ugyanakkor 2011 és 12-13, tehát leginkább a Partido Trabalhista-nak, a Lula elnököt követő baloldali liberális kormánynak az idején emelkedett meg a résztvevőknek a száma 4,5 millió mögé, fölé, míg éppen a 2004-es időszak volt az, amikor egy erőteljes visszaesés történt, majd 2015-ben megint 2 millió alá bukott a résztvevőknek a száma. Ilyenkor persze nem azt kell elképzelni, hogy ez a közösség ennyi tagot számlálna ténylegesen, mert éppen 2005-ben egy egyetemi szociológiai tanulmány azt mutatta be, hogy tulajdonképpen a résztvevőknek több mint a negyede heteroszexuális volt, és tulajdonképpen csak a buli kedvéért vettek részt, legalább ugyanennyien, kissé szamba stílusban. De tény az, hogy egy viszonylag erős és viszonylag szervezett lobbiról van. Nem véletlen, hogy például 2018-ban a hatalmat követeltek már maguknak, ez volt a fő szlogenük, és a szavazatukat, a mi hangunkat tették meg tulajdonképpen fő felvonulási jelszavukká. Tehát egy politikailag aktív körről van szó, ugyanakkor pedig más az ideológus gender szemlélet ideológusainak a tulajdonképpeni hihetetlenül kemény intranzigens álláspontja, és más nyilvánvalóan gondolom a résztvevőinek is a köre. Csak egy példát szeretnék mondani, hogy értsük, hogy miről van szó. Akkor, amikor kinevezte új nő család és emberi jogi miniszterévé Bolsonaro Regina Damares Alves, akkor Alves asszony azt találtam, hogy hát ez egy új kor kezdete, mert hogy a kisfiúk kékbe, a lányok meg rózsaszínbe öltöznek. Tehát ezzel is akarta érzékeltetni, hogy szeretnék, hogyha visszatérne a dolgok normalitása a nemek vonatkozásában. Amire ugye a gender ideológia válasza az volt, hogy a nemeknek nincsen színe. Ezeket a metaforákat sem volt hajlandó ilyen értelemben lenyelni, és egyike Bolsonaro elnök
legkeményebb ellenzékének ez a fajta lobby. Hát igen, és ahhoz képest, hogy egyrészt egy nem kicsi országról beszélünk, népességét is tekintve, de talán még azt lehet mondani gazdasági potenciáljait is, de legalábbis a dél-amerikai kontinensen mindenképpen, de az egész világra is azért eznek még mutatói is lehetnek. Ahhoz képest azért azt gondolom, hogy egy ekkora közigazgatási döntés, hogy egy oktatási rendszer gyakorlatilag egy átfogó reformra kell kötelezni, vagy bevinni, hát ugye a hír az úgy szól, hogy ez egyfajta jogszabályként fog megjelenni. Igen. Az azért azt gondolom, hogy mindenképpen markáns jelenik meg, hogy mennyire ágyazódott ez be. Azért az egy érdekes vetület lehet, hogy arra miért nincs a magyarázat, hogy mit keres ez mondjuk egy tizenéves, vagy akár annál fiatalabb, hogy általános iskoláról beszélünk, akkor igen, ha a magyar oktatási rendszerből indulunk ki, akkor 6-7 éves kortól. Igen. Miért van szükség ennek a korosztálynak ilyen jellegű szemléletmód elsajátítására, és gyakorlatilag hogy is került ez oda? Én kell, hogy mondjam, hogy Bolsonaro elnökkel és miniszterével értek leginkább egyet, semmi keresni valója, sem a politikai pártoknak, sem pedig a gender ideológiának tulajdonképpen az általános iskolában. Nem is olyan régen volt szerencsém hallani Regina Damares Alves, az említett nő, család és emberi jogi minisztert, és itt szeretném megjegyezni azt a tényt, és ez egy örvendetes dolog, hogy ő például miniszterasszony, evangéliumi politikus, nem csak ügyvéd, parlamenti képviselő, hanem gyakorló pásztor is. Tehát egy evangéliumi, teljes evangéliumi gyülekezetnek, az Igreja Quadrangulárnak pásztora, és ilyen értelemben, ha elképzelhető, hogy van egy nagyon komoly ellen dózis, ellen méreg ezzel a mételjel szemben, akkor ez a brazil keresztényeknek a köre, akik markáns vonalat képviselnek ebben az ügyben is, és néha ilyen kulcspozíciókba is kerülve, nyilvánvalóan ennek a hatalmas szavazótábornak is ilyen értelemben a véleményét fejezi ki. Igen, ezt egyébként akartam is kérdezni, hogyha nem is hangzott volna így el ez a fajta megközelítés, de kicsit akkor a kérdésemre választ is kaptam, hogy magának az elnöknek és a gyakorlatilag annak a stábnak, aki ezeket az erkölcsi üzenetű kérdéseket vetíti ki közigazgatási rendszer reformra, megvan-e a társadalmi beágyazottsága, tehát megvan az a társadalmi támogatottsága, ami ehhez kell. Nyilván a választásokat is meg kellett nyerni, tehát azért azt gondolom, hogy a válasz nyilván egyértelműen igen, de azért amikor működik egy rendszer, akkor lehet, hogy azért erre folyamatosan szükség van. Így van, a támogatásra valóban minden támogatásra szükség van. Nincsen olyan területe a politikai kommunikációnak, amelybe ne kötnének bele Bolsonaro elnöknek a hívei. Tulajdonképpen a mainstreamnek mondott sajtó akár a környezetvédelem ügyén keresztül, akár a Macron elnökkel kirobbant Twitter vitája kapcsán, és számtalan még más egyéb megnyilvánulásaiban is próbálja sebezhetővé tenni Bolsonaro elnököt, aki ugyanakkor meg kicsit megsebzett ember is, hogy úgy mondjam, hiszen még a választási kampányban egy szikkárius találta meg, és hát merényletet követtek el ellene, és gyakorlatilag már a negyedik olyan műtéten esik keresztül, ami ennek a következménye. Most is a New York-i ENSZ közgyűlésre olyan körülmények között utazott, hogy külön orvosi engedélyre volt szükség ahhoz, hogy ellátogasson ugye az ENSZ 74. ülésszakára, ahol aztán végül is megszólal, és szemben ugye azokkal az állításokkal, hogy kiket tilt le az ENSZ attól, hogy megszólaljon klímaügyben, Bolsonaro is a mai napon Guterres ENSZ főtitkár után
hagyomány szerint az egyik első, hanem a legelső megszólaló lesz. Tehát tulajdonképpen én azt hiszem, hogy globális szinten is van egy olyan harc, amelyet látunk a médiumokban, látunk számtalan helyen, ami elnézést, eszembe jutott a FIFA díjátadója, tegnap este eszembe jutott északi tini lányoknak klímaügyben adott tirádái. Valahol egy olyan hiszterizált hangulatot próbálnak kelteni az elnök ellen, amiért hát minden keresztény imájának védelmére szüksége is van. Még egy érdekes kérdés, hadd tegyek fel, talán kicsit a befejezésképpen is, mert végére érünk az időkeretünknek. Ha a belső támogatottságról beszélünk, és itt az ENSZ közgyűlés kapcsán azért önkéntelenül meg kell, hogy kérdezzem azt is, hogy látszódik az ő politikai beágyazottsága külpolitikai szempontból, tehát megvannak-e a támogatói, akár politikai partnerei erre a fajta vízióra, látásra, amit ő képvisel. Egyrészt ebben nincs egyedül, mert ha például a homoszexualitás kérdéséhez visszakanyarodunk, akár a Putyin elnöknek is voltak markáns megnyilvánulásai, és talán intézkedései is ebben kapcsolatosan. Erkölcsileg, tehát keresztény, zsidó-keresztény szemszögből azt gondolom, hogy még több politikus felsorolhatnánk, ha csak akár a magyar hazai politikát is ide soroljuk. Megvan-e az a támogatottság a Bolsonaro-nak, amire esetleg nemzetközileg szüksége lehet? A nemzetközi politika az mindig, hogy úgy mondjam, függvénye gazdasági fordulatoknak is. Ilyen értelemben Bolsonaro elnöki periódusát nagy örömmel vette a tőzsde. Nagyon pozitívan reagált rá. Nagyok a várakozások. Megpróbálja az ország, ennek a hatalmas országnak a gazdaságát úgy leindítani újra egy erőteljesebb növekvő pályára, hogy megpróbálja kiiktatni azokat az szövetségi állami szintű keretekben működő, úgymond állami vállalatokat. Tehát egyfajta reprivatizáció mentén folyik a gazdaság élénkítő tevékenysége. A külpolitikában pedig ugyanúgy bélyeg rajta, mint ahogy tulajdonképpen szövetségi rendszerének a sarköve az, hogy Trumphoz hasonlítják, az ellenfelei szekértovójának tartják, vagy másolójának, vagy trópusok Trumpjának, és így tovább. De a lényeg az, hogy egy erőteljes, karakán, konzervatív és valóban keresztény álláspontot is hajlandó felvállalni, konfrontálni a Biblia olvasó embereknek. Mondom, hogy van némi jellege ezeknek a politikusoknak, akik nem félnek felvállalni azokat a csatákat, amelyeket hát a magánéletben is férfiasságot követel. Hát talán kívánhatjuk mind a ketten ebben a beszélgetésben résztvevőnként úgy, hogy ilyenből még több politikus legyen. Valóban. És köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Dr. Rákóczi Istvánnal beszélgettem, egyetemi tanárral, mégpedig annak kapcsán, hogy Bolsonaro brazil elnök bejelentette, hogy az Oktatási Minisztériummal összefogva, köröltve megkezdik azt a törvényalkotási folyamatot, amiben az általános iskolákból, kihangsúlyozom, állami általános iskolákból az LMBTQ propagandát kizárják, kitiltják. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.